Ahogy már korábban beszámoltunk róla, az Zemplén Kalandpark folyamatosan épül és szépül. Nyáron többféle virággal díszítették a területet. Azokat a hidegebb időszaktól védeni kell, így már a napokban elkezdték ezeknek a téli esítését. Valamint újabb növények is helyet kaptak a Zemplén Kalandparkban. A mászófal központba is új virágok érkeztek. Mindenképpen a köszönettel kezdem a városban élőknek, azoknak, akik élő virágokat, növényeket ajándékoztak az önkormányzatnak. Hálás köszönet érte. Olyan mennyiséghez jutottunk már hozzá, hogy hála Istennek az önkormányzat intézményeibe is jut ezekből a növényekből. Most a Zemplén Kalandparknak a mászófal központjába hoztunk ki pár növényt. Bízom abban, hogy az ide látogató vendégeknek is örömöt fog majd okozni. Továbbra is várjuk a felajánlásokat, mert nincs annyi virág, nincs annyi intézmény, amiben ne lenne helye, úgyhogy nagyon sok növény, nagyon sok helyre kerülhet, és hálás köszönet érte. Ahogy bent is, kint is virágokkal teszik szebbé a környezetet, a visszajelzés pedig folyamatosan érkezik a Zemplén Kalandpark munkatársai felé. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a vendégektől, nagyon tetszenek nekik a kihelyezett virágok, új virágládák, nagyon sok fényképet, illetve háttérként használják a virágokat. Jelen pillanatban kicserélték az egynári növényeket téli virágokra, folyamatosan gondozzuk, ápoljuk őket, locsoljuk, leszedjük a száraz virágokat, hogy minél szebb és minél jobb legyen. Elsősorban ez a virágültetés vagy virágprojekt, ez köszönhető elsősorban a sátrai önkormányzatnak, a városellátó szervezői dolgozóinak és a Zemplén Kalandpark munkatársainak a kiültetésért, a szépítésért és a jobbításért, mivel rengeteg pozitív visszajelzés érkezett ezügyben az ide látogatóktól, hogy szép a környezet fogadja őket itt az alsó állomás területén, és a továbbiakban ez még bővítésre fog kerülni. A Zemplén Kalandpark munkatársai mellett a Sátoraljói-helyi városellátó szervezet is segítséget nyújt a virágosításban. Tette hozzá Stumpf Imre Jánosné, önkormányzati tanácsadó.